Tiltakozását fejezték ki a Jobbik váci szervezete a két helyi adónem emelése miatt. Kászonyi Károly szerint az építményadó mentességi határának leszállítása, illetve a lakossági kommunális hozzájárulás duplájára emelése nem az adócsökkentés, hanem az adóemelés politikájáról szól. Támogatja a Jobbik viszont a közép-magyarországi régió területi átsorolását. Fehér Zsolt megyei képviselő szerint a NUTS 2-be való átvezetés több forrás hozhat majd a szegényebb kistérségeknek. A váci Jobbik úgy látja, főleg a kisvállalkozások terheit növeli a területalapú építményadó mentességi határának leszállítása. Kászonyi Károly szerint, aki eddig 500 négyzetméterig nem fizetett adót, annak gondot fog okozni, hogy 2016-tól viszont már kell. A jobbikos képviselő szerint a nagyvállalatok esetében is akár munkahelyek megszüntetését jelentheti az adóemelés. Szintén tiltakozik a váci Jobbik a lakosságot érintő kommunális adó duplájára emelése miatt. Megdöbbentőnek és felháborítónak is tartom, hogy ilyen szintű adóemelést hajt végre a város, köszönhetően ugye az állami támogatások egyre csökkenő rendszerének, tehát az állam ezt a lehetőséget hagyja nyitva az amúgy is megszorított önkormányzatok részére. A váci Jobbik is támogatja a NUTS 2 létrehozását, ami a közép-magyarországi régión belül a megye és a főváros különválasztását, illetve átminősítését jelenti. Ez Fehér Zsolt szerint azért fontos, mert Budapest fejlettsége miatt a jövőben már kevesebb uniós forráshoz juthat a megye. A szétválás viszont lehetőséget ad a fejletlenebb területek támogatására. Mondjuk itt van egészen közel hozzánk az Ipoly-mente, vagy akár a Galga-mente tápjóságról is tudunk beszélni, amik viszont inkább mondhatjuk, hogy inkább borsodi, hát csúnya szóval élve, de színvonalon vannak valahol. Úgyhogy remélhetőleg ezen tudunk majd változtatni. Egyébként a közgyűlési ülésen a 43 képviselő van a közgyűlésben, 27 képviselő vett részt, és mind a 27-en igennel szavaztak, Fidesz-KDNP, illetőleg a Jobbik képviselői is.